Harmadik király Charles Philip Arthur George néven született 1948. november 14-én a Buckingham palotában második Erzsébet királynő és Fülöp herceg első gyermekeként. Károly első évei a szüleitől távol teltek, eleinte édesanyja hercegnőként, majd királynőként volt távol több hónapot, miközben a herceg, majd később a húga Anna hercegnő nagyszüleikkel és a királyi dadákkal töltötték az idejüket. Ennek a távollétnek pedig rányomták a bélyegét a jelenlegi király későbbi életére és a szüleivel való kapcsolatára. 1967-ben a Cambridge-i egyetemen tanult tovább, ahol régészetet, antropológiát és történelmet hallgatott, valamint egy 9 hetes walesi nyelvkurzuson is részt vett, az egyetem után katonai szolgálatot teljesített, ahonnan a hadnagyként szerelt le. 1969-ben ceremoniális keretek között is walesi herceg lett, formálisan 1958-ban kapta meg a címet. Károly egyik szívügye a környezetvédelem, a fenntarthatóság iránti törekvései miatt pedig heti 2 nap nem eszik húst és halat, hetente 1-szer pedig a tejtermékeket is mellőzi az étrendjéből, reggelire gyümölcssalátát, magokat és teát fogyaszt.